Örömmel tért vissza szülővárosába Bánki Éva és Mohai V. Lajos. Az irodalmárok nem érkeztek üres kézzel, műveiket is elhozták az író-olvasó találkozóra. 2015-ben jelentkeztem egy középkorban játszódó történelmi regénnyel, egy fantasy elemekkel is operáló női főszereplős lovagregénnyel, és ennek a második kötete jelent meg, amit már a Petőfi Irodalmi Múzeumban bemutattak, több városban utaztam vele, és hát most nagyon örülök, hogy itt beszélhetünk róla Nagykanizsán. A trilógia befejező része a tervek szerint 2019. szeptemberében jelenik meg. Más jellegű, bár szintén a múltban játszódó könyvvel tért haza a márciusban József Attila díjjal elismert Mohai V. Lajos. Az a cím, hogy Rózsa utca retrospektív, az valóban a Rózsa utcai világról szól, ahol születtem. Na most természetesen nehéz összefoglalni, hogy igazából mi van ebben a kötetben, tehát szokványos módon természetesen egy családtörténet van benne, egy gyermekkori mitizált világnak a rajza, utána pedig ugye a világba való kikerülésnek a összes tapasztalata. A szerzőkkel a könyvtár igazgató helyettese Kardos Ferenc és Péntek Imre költő kritikus beszélgetett.